Jó reggelt kívánok mindannyiótoknak! Van egy képem, hangom, egy ütöst kérek szépen. És el is kezdjük a mai reggelt, hogyha minden oké. Okay. Hát úgy volt, hogy ma nem is bírunk reggelig, mint egy csinálni. Kérdezzétek, ez szétcsúszott a gépembe a RAM, mire Csernő Zoli barátom ilyen távgyógyítást végzett. Ugye nagy szállításban, vagy hát a kicsúszott is. Hú, én mint ilyen analfabita, én számítógépes, hát úgy elkezdtem így mókolgatni benne, még jó, hogy nem rontottam el, de ezt azért mondom nektek, mert sokan kérdezték, hogy de jó nekünk, vagy mondták, hogy de jó nekem, mert én biztos nagy guru vagyok a számítógépet, hát elmondom nektek, hogy abszolút, a fogalmam nincs, hogy ezek a kütyük, ezek mit benne, meg RAM, meg proci, meg mit tudom, én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én szeretem vezetni a Mercedes-t, a Ferrari-t, vagy bármilyen ilyen autót, és szeretem ezt a számítógépes dolgot használni, de igazán nem tudom, hogy mi van bennem, is érdekel. Aztán, hogyha így elromlik véletlen, akkor mert miért ne romlana el, ugye Murphy törvénye. Aztán, hogy hát Istennek a csapatban mindig van valaki, aki tud segíteni, úgyhogy innen köszönöm Zoli a segítségedet. És hát remélem, hogy jól telt a hétvégétek, ebben a forróságban érdemes böjtöt csinálni. Én ma fogok holnap, meg holnap után egy ilyen mentás, érdekes böjtkúrát, majd beszámolok egyébként róla. Ilyenkor a legjobb méregtelenítést ugye, csinálni. Ez nem itt van a reggeli meeting témája, csak mégis azért dumálok egy picit, hogy még úgyis jöttök be a terembe. És a tüzet le lehet csökkenteni hashajtásra. Tehát egy kis keserű sós, ilyen grapefruit levet, hogyha így két óránként kortyolgattok, akkor nagyon jó hashajtást tud csinálni, és sokkal jobban bírod a meleget, azt csak úgy mondom, hogy nem, remélem nem baj, hogy ilyeneket néha elárulok, de a másik szívem csücske, ugye a maga táplálkozás tudományos fogyókorával is foglalkozom, főleg azzal, ugye, és szoktam ilyen tanácsokat adni, érdemes, próbáljátok ki, jobban bírjátok a meleget. Na, és akkor visszatérek a magára a meetingre, ugye elindítottuk a 90 napos tréninget, 67. napnál tartunk most, és ugye a nagy általánosságban azért átrágtuk magunkat a posztolásokon, blogolásokon, hírleveleken, akkor hogyan kell ezt összeállítani, ugye a mi csapatunk ingyenesen és bérmentve összeállít bárkinek olyan oldalt, ahol már nem kell semmit tenni, csak blogolni, ugyanazt a munkát végezni, hogyha hálózatépítő vagy, mint egyébként is végeznél, csak ezt ilyen naplózás szerint ugye kitesszük a netre. Tehát, hogyha vagy te, itt remélem tegeződhetünk, hálózatépítő, akkor elég sokat fogunk ugye ma is, meg ugye héten is hálózatépítőköz beszélni. Arra kérlek benneteket nagy tisztelettel, hogy írjátok már ide, milyen network hálózatban vagytok, ha vagytok, vagy ha coachok vagytok, hogy milyen stílusban van a ti tanácsadásotok, tehát milyen neve esetleg nyugodtan oda lehet írni, ugye vannak nálunk Access Bar-tól kezdve, Theta Healing-esek, tehát így az agykontrolltól kezdve, most kaptam éppen a tétásoktól a Gabriel Normannak most jelent meg az új könyve, ajánlom figyelmetekbe egyébként Norman könyvét, nagyon jobban vagyok vele, szoktam levelezni, és most épp ugye arra kért, hogy promózzam már az ő könyvét, hát megteszem, nagyon jó dolgokat ír a Gabriel, úgyhogy hogyha gondoljátok, akkor nagyon jó, ugye itt van Zsuzsi is köztünk, a mai tréninget egyébként Zsuzsi a te indítatásodra fogom elkészíteni, nem networkerekhez szólok ma, de azért, mert ugye elég sokat foglalkoztunk networkerekkel, és ugye sokan kérdezték, hogy csak a mi blogrendszerünket networkerek tudják használni? Hát nem, és arra gondoltam, hogy most 67. napnál tartunk, és tényleg így, ugye ez egy interaktív tréning, nem arról szól, hogy most én nyomom az észt, hanem én próbálom nektek átadni úgy David Wood tanításait, hogy a mi meglátásaink szerint, tehát ugye készülnek a fordítások, de hogy a mi csapatunk mit szűrt le ebből, hogyan alkalmazzuk gyakorlatban, ezt tanítjuk úgy reggelente. És a lényeg az, hogy ugye gyakorlatban megmutatom, még van olyan 30-27 darab olyan tréning nap lesz, ahol speciálisan gyakorlatban, ha ti is úgy gondoljátok persze, elindítok egy olyan kis mini tréninget ugye a 90 napon belül, tehát azért 21 néhány, 27 nap körül majd látjuk, lehet, hogy aztán túlnyúlunk egy picit, és akkor kifejezetten mondjuk hogyan építesz föl mondjuk egy SunRider oldalt, és akkor azt hogy ajánlod, meg ott a hírlevelek hogy vannak pontosan, meg társadalmi bizonyítékokat, hova érdemes, milyen képeket, tehát így gyakorlatban is rámegyek, de úgy
próbálom nektek ezt átadni, hogy bármilyen cégről én, ha beszélek, akkor mindig próbálj gondolkozni, én úgy szoktam ezt mondani, hogy konvertálj, hogy a te cégedre. Tehát ha végig hallgatsz mondjuk egy Sunrider-es ilyen lapnak az összeállítását, akkor nem egy nagy ész kell hozzá, hogy ugye átkonvertált, hogy a Sunrider kép helyett a felső banner, vagy videó helyett mondjuk nem Sunrider lesz természetesen, hanem mondjuk Tiens, hogyha te Tiensbe vagy. Na most ugye nem csak networkerekkel foglalkozunk, hanem én például nagy hobbim a vendéglősök például, nem tudom, tudjátok-e. Én csináltam a több ilyen vendéglős, ilyen pizza honlapot, nagyon jó konvertálnak. Tehát én azt látom, hogy nagyon jók a megrendelések, többek lettek a megrendelések. Például a Csongrádon a barátomnak fel kellett venni pizza futárokat, mert nem győzik, sütik a pizzát. Csak azért, mert az interneten ugye szoktunk posztolni arra, hogy ők ezt ugye képviselik. De ez lehet kandalló boltok, kezdve most mondjuk jó melegben eszembe jutott, vagy mit tudom én, most meleg van, akkor lehet ilyen légkondicionálással foglalkozó embereket esetleg szerezni, vagy megmutatni, hogy lehet ilyet. Mert ugye nagy probléma az, hogy most meleg van, mit lehet csinálni, és akkor például a légkondicionálásról eszméletlen jó dolgokat lehet ugye írni. Hát hogyha alapul vesszük Laurence-t, aki a macska itatókat adta el az interneten, és közel 800 ezer dollár csinált belőle, tehát azért komolyan kell ezt venni. Tehát így gyakorlatban, ha gondoljátok, így próbálok nektek tanácsot adni, én is művelem ezt, tehát én is ugyanúgy gyakorlom, ugye teszem rá a Herbalife-ra, és akár rá lehet menni erre az oldalra, mert folyamatosan ugye teszem ki a társadalmi bizonyítékokat, utána mutatom, hogy kell hírleveleket összeállítani. Tegnap ez is kérdés lett, tehát én úgy állítom általában össze ezt az egész tréning sorozatot, hogy a kérdésekre is válaszolunk, tehát aki, mit tudom én, föltesz valami kérdést, lehet nyugodtan az én privát Skype-omra is írni, vagy a Facebook oldalamra, és ha én nem tudok valamit, akkor ugye megkérdezzük, és akkor itt reggeli kell, meg szépen ugye elmagyarázzuk. Oké, van egy DXMS, szia Juli, nagyon jó, akkor van az a Dezsőjék a teát, tehát a Tiensnek van ugye Dezső ez a fajta teája, nagyon jó, itt már réspiacba gondolkozik Dezső, itt vannak Lináék is, szuper, ugye a tapaszosít biznisz, Tiens, írjátok már tényleg oda, mert nekem nagyon sokat segítetek, mert rögtön ott látom, hogy milyen cégtől vagytok. Még annyit kérek benneteket, hogy mondjuk odaírod Judit, hogy Tiens, és mi a fő profilja, vagy az a réspiac, amit te kiválasztasz. Úgy, mint hogy nálam például van a Herbalife-nál a fogyás, ami nagyon jó réspiac, de lehet szezonálisan is mondjuk a melegre, most esetleg egy jó méregterintés, az nagyon jó réspiac. Tehát aki most ilyen termékkel rendelkezik, és van nálatok ilyen méregterintő program, ebbe a nagy melegbe ugye a bőtprogramokkal, meg mindenféle tanácsokkal összefűszerezve, az ragyogóan meg lehet csinálni egy ilyen méregterintést. En és FG Express, nagyon jó. Oké, na, akkor Zsuzsa üzemeltet egy nagyon jó oldalt, én most úgy bele-bele nézegettem, és spiritualitásról szól, pénzügyi, lélekedző, jó kis téma egyébként, mert ugye nagyon földobta most a fejét, elég régebben is, nagyon jó réspiac, a maga spiritualitás és a különböző fajtájai. Na most ugye ezek ilyen útkereső honlapok, útkereső emberek, akik már megtalálták a megoldást, ezek tudnak nagyon jó tanácsokat adni. Ide jön például a Kereszti Andris oldalát, én napig nézegettem, ugye tudatosság iskoláját megalapította. Akkor ugye az agykontrollnál ugye ott is nagyon jók a beszélgetek agykontrollosokkal, hogy oda is nagyon jó rá lehet építeni egy ilyen oldalt. És ugye, ahogy beszélgettünk Zsuzsival, mondta, hogy ugye most összeállítunk már neki egy olyan oldalt, vagy tanácsokat adunk, hogy hogyan lehet összeállítani egy spirituális olyan embernek, aki megtalálta már a megoldást, ott van a kezében az a gyöngyszem, amit mindig mondok nektek, hogy ugye találjátok meg a gyöngyöt magatokban, mert ezt, ha odaadod, ezt így odaadod, akkor ezért fizetnek majd az emberek, tehát képesek arra, hogy akár mindent eladjanak, hogy beiratkozzanak hozzád egy tanfolyamra, mert te megadod a megoldást az ő problémájukra. Most visszatérek erre az oldalra, ugye, itt ahogy beszélgettünk, jegyzeteltem egy picit,
hogy tulajdonképpen itt arról szól a dolog, hogy több problémát feszeget a Zsuzsa, és ugye van is neki honlapja, és hát arról szól a dolog, hogy valamilyen megoldást ad arra, hogy hogyan lehet segíteni az embereknek. Most ez a lélekedzés, az, Zsuzsi, hogyha itt vagy, akkor egy picit csak annyi, hogy így egy szóval milyen problémát old meg. Tehát mindig, amikor én mondok valamit, akkor úgy kell összeállítani az oldalt, hogy van egy csomó probléma, amit az emberek beírnak a Google-be, hogy mit tudom én, most rosszul érzem magam, mit kéne csinálnom, vagy fáj ez, fáj az, vagy pénz kellene. Tehát mindig a köré kell építeni az oldaladat. Azt mondja David Wood, hogy körülbelül olyan 20 szó az, ami köré, ha építed folyamatosan a te írásaidat, ez főleg az első 90 napban érdekes, akkor hamarabb megtalálja Google. Ez főleg a szelhozás szempontjából fontos, hogy legyen az a magyar az nagyon jó nyelv, tehát nagyon jó, ha lehet használni a magyar nyelvet, így csűrni, csavarni a dolgokat, de a lényeg az, hogy olyan 20 szót, hogyha kiírsz ebből a lélekedzéssel, tehát elakadás a pénzzel, a bőséggel, nagyon soknak van probléma egyébként a pénzzel, és a mai társadalmi viszonyok között elég sokan ráugranak a pénzszerzésnek a művészetére. Mondok egy konkrét példát. David Wood mondta, nagyon sokat nevettem ezen a top producer formulában, ő csinált egy ilyen kísérletet. Ő ugye az MV-t képviselte valamikor, és ugye mosószereket valahogy el kellett adni is. Nagyon sokat írt, nagyon sokat beszélt az embereknek a mosószerről. Akarsz mosószert árulni? Nem akarok. Akarsz mosószert árulni? Nem akarok. Akarsz mosószert árulni? Hát nem nagyon akarok. És tízet így megkérdezett, hát úgy nem nagyon akartak mosószert árulni. De amikor azt kérdezte meg, hogy szeretnék pénzt keresni? Szeretnék. Szeretnék pénzt keresni? Szeretnék. Szeretnék több pénzt keresni? Szeretnék. És rájött arra, hogy egyszerűen csak másképp kell kommunikálni, mert megkérdezték tőle, hogy oké, pénzt keresni, de hogyan? Hát úgy, hogy vannak ezek a szerek, amiket, hogyha jó kommunikálsz, akkor megvásárolnak tőled. Tehát itt is úgy van, hogy csinálsz egy oldalt, azt úgy kell megkreálni, hogy már látszon az a bevezető videón, vagy a bevezető banneren, ugye, vagy képpel csinálod meg. Most egy picit így van, becsukjátok a szemeteket, ugye elképzelünk egy olyan honlapot, amit ugye a Kalatóval gyártunk, hogy van fölül egy ilyen fogadó. Én úgy hívom, egy ilyen bemutatkozó, vagy videó, vagy pedig kép. Itt vannak viták, hogy most tegyenek be videót, vagy ne tegyenek, mert lehet, hogy elvonja a figyelmet nagyon, vagy esetleg egy állókép legyen, és akkor az átkattintson valahova. Ki kell próbálni, ugye a Kalatónak van 13-14, folyamatosan rakják be témája, és érdemes ezeket váltogatni. Na most ezt azért mondom, mert én például a harmadik modult szoktam használni, ahol egy ilyen videó fogadja azt a látogatót, akit ugye én akit én irányítok ugye a Facebookról, vagy valamelyik közösség oldalról. Ott találja magát szembe velem a Herbalife oldalamon, és én köszöntöm személyesen. Tehát nem az a lényeg, hogy termékkel tudjon azonosulni valaki, nem az a lényeg, hogy most a te cégeddel, vagy a te üzenetednek a dolgával tudjon azonosulni, hanem veled. Tehát az a lényeg, írjátok föl, hogy te, mint piros szemű musical, vagy nagyon erős emberke, tök mindegy, az a lényeg, hogy rögtön lássanak téged, hogy te vagy az. Ezt majd megfogadjátok, vagy nem, de az első benyomás nagyon fontos. Ha meg tudod ragadni a figyelmet, akkor lentem fog tekerni, vagy esetleg rákattint, és az ő problémáját, mert nagyon komolyan így be tudod kategorizálni, és elkezdesz róla írni. Tehát fogadó videó, vagy fogadókép, és onnantól kezdve, hogyha lentebb teker, vagy rákattint, ez ugye a technika, az ugye most nem megyek bele, akkor rögtön avval találja szembe magát, amit te képviselsz. Hogyan? Következő a dolog, ugye maga a blogrendszerünk áll egy probléma megoldásból, technikailag áll egy felső bannerből mondjuk, ami már rögtön egy bemutatkozás, és innentől kezdve már átvisz a magamról oldalra. Tehát érdemes, hogy te hogyan találkoztál az adott problémát, meddig feszegetted, meddig ültél a szegen, hogy hú, hát nincs pénzed, vagy tehát akármilyen
tehát ültél, és nagyon fájt, hogy nem tudsz pénzt keresni, vagy már az utolsókat rúgtad tényleg, és vagy egészségileg is, és egyszer csak így rátalált, így bekattant ez a dolog. Vagy elmentél egy spirituális emberhez, aki megmondta, hogy tulajdonképpen mit érdemes neked csinálni, illetve a jó spiritualitás az ugye úgy működik, hogy mondanak neked, és akkor neked bekattan egy olyan dolog, hogy itt van a megoldás. Tehát, na, ezt leírod. Fogod magad, és ugye, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy esetleg egy ilyen oldalt elkészíts, tehát így ilyen problémát megold. Jön ugye a jelen-múlt jövő, vagy a múlt jelen-jövő, és tulajdonképpen itt egy picit így belemelsz nyugodtan a magamról oldalra, hogy feszegesd a témát. Nagyon fontos, itt még nincs az, hogy most milyen termék, vagy nincs az, hogy mit tudom én, ez csak rólad szól még, hogy hogyan találtál rá a problémádra. Utána megtaláltad a megoldást, ezt leírod, ezt érdemes ilyen drámaian leírni. Aki egyszer átélt egy ilyen katarzist, akkor ott úgy följönnek az emberből érdekes dolgok. Mondom rögtön a konkrét példát, ugye nekem volt egy olyan betegsége, amit nem tudott az orvostudomány gyógyítani, 12 évig próbálgattam a modern orvostudományt, nem ment. Találkoztam egy autószerelővel, aki nem volt orvos, az elmondta nekem, hogy szerinte mi lenne a megoldás, de ő is egy történetet mondott. Kialakult egy bizalmi hit, én fogtam magam, kipróbáltam az ő módszerét, elhittem neki, mert úgy adta elő, nem a termékben hittem, hanem az embernek a tanácsába, kipróbáltam. Jöttek az első olyan tünetek, amik ugye méregteremtési tünetek, amik ugye fölhívták a figyelmemet, végigvittek a folyamaton, és megszületett a megoldás, ugye helyrejött az egészsége. Erre rájött egy olyan történet, hogy a fiam majdnem meghalt a hátgyulladásba, ott is nem tudtak az orvosok segíteni, jött megint az autószerelő, akkor érdekes volt, hogy ott ültek az orvosok, nem tudtak mit csinálni, és szemük láttára az én fiam egyik napra a másikra szinte fölébredt a úgynevezett egyhetes 40 fokos lázgörcséből, és másnap meg már játszott. Egy hét múlva meg az óvodába kergette a lányokat. Tehát most gyorsan mondom ezt a két sztorit, de én ezt használtam, ezt a sztorit arra, hogy megmutassam, hogy én hogyan tudtam azonosulni azzal a termék családdal, vagy filozófiával, amit például Herbalife képviselt. Tehát itt, Zsuzsi, hogyha adhatok neked tanácsot, és ugye a coachoknak is adok ezzel a tréninget tanácsot, hogy ha üzemeltetnek egy ilyen honlapot, akkor nem az a jó, hogy mondjátok a tutit, azt majd később kell, hanem az a jó, amikor a saját történeteddel mutatod meg, hogy te miért pont ezt választottad. És hogyha ebben benne van egy alázat, ugye, hogy szoktam mondani, hogy nézzetek bele a kamerába, a tiszta tekintetet fogják megvenni egyébként. Innentől kezdve, hogyha bízik benned az adott látogató, ez egy külön dolog, hogy hogyan generálsz forgalmat az oldaladra, akkor megnyerted, úgymond. Akkor ő föl fog keresni, föl fog hívni. Lehet, hogy nem is a hírlevelek lesznek majd a nagy duranás, hanem rögtön fölhívnak, és megkérdezik, hogy na uram, bocsánat, Zsuzsi, segíts már, mert én hasonló, olyan, mint hogyha nekem beszéltél volna. Megállok egy picit. Volt-e olyan, hogy olvastátok valakinek a honlapját? Vagy az enyémet, vagy valamelyik kollégának, vagy esetleg egy külföldi honlapot, vagy maga David Sharp, vagy David Wood honlapját, és olyan érzésetet támadik belülről, hogy basszus, ez olyan, mint nekem a történetem lenne. Mint hogyha én nekem beszélne szó szerint. Hogyha értetek egy ilyet át, akkor így írtok már be egy tízest. Hogy tényleg úgy, én néztem David Sharp videóját, teljesen véletlenül. Tudjátok, ez a klasszikus, bemegy a házikóba, megmutatja, mesél a drogozásról, hogy jött helyre, stb. És közben ő így mondja, hogy annyi helyen volt már ilyen üzleti prezentáció, minden halleluja, meg tapsi-tapsi, de nem mondták meg konkrét, hogy mit kell csinálni. És itt a David Sharp így elkezdett rajzolni. És mondom, te jó ég, én ezt keresem. És tudjátok, ez egy hosszú videó, és mondom, mi lesz itt a végén? Már annyira vártam, és hát ugye nem tudtam, hogy a David Sharp pont ezt tanítja, a mágikus történetek mesélésének a nagymestere, és végignéztem ezt a hosszú videót. Ki az, aki közületek látta a David Sharp klasszikus videóját, ezt, amiről én beszélek, ugye sokszor ezt rakjuk be, ilyen elkapó videónak, értékesítési videónak, ugye?
ki az, akik esetleg köztetek pontosan ez volt, aki hú, basszus, ez nekem szól. Őszintén. Én tudom, hogy a Fajta Viktor így jött be, mert ugye beszélgettünk, azt hiszem a Zoliék is, Dezső biztos, ugye, mert azt a dolgot feszegeti ez a névlista, hogy megint hívni kell, meg ott át a transzparenceket kitett a saját kocsijájára, meg a, ugye a kertjébe, és akkor mekkora macera volt a barátnője, hogy mondta, hogy az hülyeség, meg tehát ugyanazt mondta, amit annak idején én hallgattam. És akkor páfot betette a megoldást, és azon gondolkoztam, hogy a jó égbe, hát most tényleg ennyire egyszerű lenne, ki kéne tennem az internetre, és végigmentem a folyamaton. Aki feliratkozik esetleg az én oldalamra, nem sokára ezt kicsit megváltoztatom majd, de még mindig konvertál, addig nem akarom, hogy ott hagyni, tehát is 4 feliratkozó volt, 1 regisztráció belőle. Tehát én nem sok feliratkozót generálok, de azok úgy minőségi emberek, be is regisztrálnak általában. És ott végig megyek, megmutatom nektek, hogy én hogy haladtam végig azon a folyamaton, hogy eljutottam esetleg idáig. Tehát visszatérve Zsuzsinak a honlapjára, csinálj egy sorozatot, Zsuzsi, egy 12 lépcsővel álló, most ez ugorod be hirtelen a sorozatot, hogy hogyan találkoztál azzal a módszerrel, amit te most nagy szívvel ajánlasz az emberekre. Ez az, ami érdekel az embereket. Nem az a maga a módszer fogja érdekelni, hanem a te történeteden keresztül tud majd veled azonosulni. Tehát ez egy nagyon jó trükk. Egyébként ezen áll, hogy bukik az egész. Tehát én azt látom, pedig milyen sokszor elmondtuk már, sőt, van, aki mondjuk egy más céget képvisel, és végigment már tudom az Empower tudásanyagán, és nem alkalmazza ezt. Mindig nyomják ki a előtte-utára képeket, meg a különböző ilyen száraz cégadatokat, meg termékadatokat, de nem látok történeteket. Mondok egy konkrét példát, látok egy ilyen oldalt most, és látok egy hölgyet, aki csinálta dolgokat szürkén, úgy, hát ugye, hogy elmondta, nem akart beindulni a dolog. Egy pici változtatás volt, egyetlen egy pici változtatás, a saját sztorit egy kicsit jobban át van variálva, vagy nézze, és elkezdett beletenni színeket. Színeket. Teljesen, tehát nem fekete-fehéres volt az egész. Egy mosoly, és elindult az oldal. Itt is, hogyha spiritualitás van, akkor én azt látom, hogy például Kereszti Andrist figyeltem tegnap, hogy egyszerűen így átsüt az éteren keresztül az energia, amit képvisel az András. Ugyanez van a Lár Andrásnál is. Tehát én mindig azt mondom, hogyha csináltak ilyen spiritualitásról szóló oldalt, akkor úgy ott nagyon hitelesnek kell lenni. Tehát ott nem szabad úgy, ott humorizálni kell, ott meg kell fogni a dolgokat, ott tényleg ott kell lenni a szerencét, akkor érdemes csinálni, és ugye a Zsuzsi nagyon ért ehhez, akkor ott meg kell fogni a történeteken keresztül, a 8-10-12 darab történeten keresztül, hogy mi a megoldás tulajdonképpen. Na most itt már rá is térek ugye a hírlevelekre, mert a hírlevelekbe, hogyha beleteszitek a saját történeteket, akkor az egyszerűen 100% azt tudom mondani, konvertálni fog. Tehát az a konvertálás ugye az, hogy mennek feliratkozók. Honnan tudom ezt pontosan? Van nekünk egy nagyon érdekes munkatársunk, lehet, hogy úgy nem sokszor látjátok, mert ugye család, apa, aztán mindenfele utazik a gyerekkel, most viszi ide-oda-oda, Bodor Ernőnek hívják. Ezt vetően Ürge, és ért egy bizonyos dologhoz. Van, aki egyetért vele, van, aki nem, de az biztos, hogy ott van a szeren abban a témában. Csináltunk csak kísérletképpen az Ernőnek egy oldalt, ugye ő abszolút nem ért ehhez a... És jó példa egyébként erre, hogy ő nem érte a számítás technikához. Tehát én mondom neki, hogy Ernő, csinálj már egy banner, tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha nekem mondanád, hogy most ugye ramokat cserégessem itt. Tehát tudom én, hogy kell azt. Tehát tudom, meg jó, meg mész, de mondja Ernő, hogy hát, oké, ram, meg nézek meg videót, de figyelj, de nem csinálna, segít, oké, megcsináljuk. És a lényeg az, hogy csináltunk egy olyan oldalt, ahol ugye megkérdeztem, hogy mit szeretnél eladni, mi a te konkrét terméket, mert ugye nem egy kézzel fogható termékkel foglalkozik, ugye tanácsadás, különböző betegségekre ad megoldást, meg különböző ilyen érdekes módszerrel dolgozik. És mondom, figyelj, de hát ezt kell valahogy úgy eladni, hogy ugye feliratkozzanak rá az emberek.
Nincs egy olyan videód esetleg, amit tudnál csinálni, ami ezzel foglalkozik, valami kis társadalmi bizonyíték? Hát szóval elcsinálunk. És akkor elkezdtünk ez irányba menni, csináltam neki egy bannert, és mondom, nézzük meg, hogy mi történik. Másnap fölhív Ernő, hogy figyelj, de jaj, mi a fene van, mert 50 valányan feliratkoztak, és most akkor milyen hírlevelet tegyünk be, és akkor hát jól mondom, milyen hírlevelet, tehát már az elejét kiküszöböltük, hogy feliratkozzanak, egy tanfolyamra hirdettük meg tulajdonképpen azt, hogy ha valakinek van valami problémája, akkor ezen a tanfolyamon bővebben kifejti az Ernő, hogy mivel foglalkozik, hogy gyógyít valami speciális módon, hogy egyszerűen olyan dolgokat csinál, hogy rákos daganatok tűnnek el így. Tehát én ugye nem láttam, de tapasztaltam, direkt leteszteltem, a fickó kivett egy cisztát például, tehát nem tudom, hogy csinálja, de a lényeg az, hogy ő nem ért a banner készítéshez, de így kiszedett egy csomó cisztát az egyik hölgyből, de csak néztünk, mi is, orvos is nézte, hogy ez azért biztos nem így van, de hát ugye elő volt készítve műtétre, és akkor most nem kell műteni. Tehát ez is egy olyan történet, amit ugye bele lehet szőni ebbe a hírlevélbe vagy blogba. Na most visszatérve Zsuzsi oldalára, tehát itt is valami olyan van, hogy ugye el szeretnél adni valamit, tehát ezt tudod, hogy mit szeretnél, vagy egy tanfolyamot, vagy ugye egy könyvet, én tudom, hogy te írtál Zsuzsi egy könyvet, eszméletlen tudás van mögötte, én most ezt megnézegettem, sőt, majd ez irányban meg lehet, hogy kölcsön is veszek egy-két dolgot olyan szinten, hogy az én saját spirituális oldalamon szeretnélek majd reklámozni, ha megengedett, ez is a csapatunknak egy ilyen különlegessége, hogy mi reklámozzuk egymás oldalát, és az én világnézeti oldalamban, például az Albert Zsuzsinak az oldal, az pont bele fog itt passzolni, mert ugye itt főleg ilyen spirituális tanítókat reklámozok, vagy inkább ajánlom az embereknek, az is a címe neki, hogy találd meg önmagadat. És hogyha ugye megvan a probléma, mindig egy picit ugrálok vissza, mint az orosz tanárom volt annak idején, megvan a probléma, megvan a saját sztori, ez a saját sztori, ez le van írva a rejtett menübe, ezt majd ugye a szponzival megbeszéled, Zsuzsi, hogy kezd megcsinálni. Rejtett menü egyébként az, amikor nem posztot írsz, hanem egy page oldalt, amit nem teszel be ugye nyilvános menübe, és csak az látja, akinek ugye elküldöd a linket, és ezt az egész sorozatot, tehát mindig, ezt írjátok fel, hogy sorozatokat kell csinálni. David Wood állandóan ezt nyomja, csak egy Inner Circle angol hanganyagot néztem, és úgy sorozatokat csinálnak a Chris Record-dal. Chris Record-nak is most néztünk egy anyagát, négy ilyen, az is angol nyelven van, ezt most fordítgatja a csapat, ezt is megkapjátok majd, és ott folyamatosan Krisznek az a módszere, hogy mindenből sorozatot csinál. Mert ugye első rész, második rész, harmadik rész, tudják, hogyha valaki az ötödik részre talált rá, akkor ugye ott van még első, második, tehát vissza tud kanyarodni. Ez nagyon jó bejött nekem is egyébként ez a sorozatos díj. Tehát megcsinálod a sorozatot, és ő ugye adod a megoldást folyamatosan. Közben nézem már. Jó, hallottok egy ötöst, nyomjatok, mert látom soknál ugye nem tiszta a hang. Egy pillanatig megállok, nehogy valaki elcsúszson. Fölvétel úgyis megnézitek, és akkor nem lesz vele gond. Na, tehát visszatérve, ezeket rejtett menüben megírod, vagy megírjátok. Ezt ugyanúgy bármire lehet konvertálni. És akkor egy csapásra ugye megvan oldva, hogy mit írjak a hírlevélben. Megállok egy picit. Volt-e olyan köztetek, aki hát, hogy megcsinálta az oldalát, és akkor főleg Empower-es oldalnál volt, és akkor mit írjak a hírlevélben? Mit írjak? Szerintetek, tehát volt nektek olyan problémátok? Én ezzel találtam leghamarabb szemben magam, amikor valamelyik cég azt mondta, hogy mit írjak a hírlevélben. És akkori tudással azt mondtam, hogy hát írja valamit a cégről, és akkor valahogy összeállítja. Az elég, hogy 10 darab ilyen oldalt állíts valahogy össze. Hát ez rossz tanács volt. Saját sztori, David Sharp módszer, saját sztori, abba beleteszed a termékedet, abba beleteszed Zsuzsi a könyv ajánlást, amennyit, tehát írsz valamit róla, és valami kis cikket, és akkor bővebben megtalálod a könyvembe, amit itt tudsz megvásárolni, és akkor rákattintasz. Itt egy picit egy technikát mondok, érdemes ilyen gombot, ilyen nagyobb gombot rátenni, hogy mit tudom, itt regisztrálhatsz, vagy ez nem jó az a regisztráció szó, itt juthatsz hozzá további információkhoz, tehát hogy ugye a felszólítása, a cselekvésre felszólítása mindig érdemes, hogy belerakni. Na most
Van egy trükk, amit ide muszáj bemondanom, én a spiritualitás oldalamon használom. Ez az az oldal, ahova nincs berakva elkapó. Tehát ugye ez egy értékadó oldal, ami egy ilyen útmutatást ad, tehát ez egy beszoktatás tulajdonképpen, hogy rászokjanak az oldalra. Érdemes úgy csinálni oldalakat, és ide jön az, hogy miért kell nekünk esetleg 10 blog is, miért érdemes. Azért, mert nem mindegyik blogot akarjuk először konvertáló oldalnak használni, egyszerűen csak értékadó oldal, én így hívom. Na most, hogyha te oda generálsz forgalmat, és nem azt látják, hogy itt állandóan itt biztos valami eladásról szól a dolog, akkor rászoktatod a törzs közönségedet, a rajongói tábort, ha lehet ezt így mondani, hogy látogassák a te oldaladat. És a Zsuzsi, a te oldaladdal meg lehet azt csinálni, főleg, hogy ilyen értéket adsz, egyébként érdemes, hogy majd a kész lesz teljesen az oldal a Zsuzsinak, hogy vagy megadjuk a csoportnak, hogy nézzétek, folyamatosan lájkoljátok. Egyébként mindannyiótokét lájk, meg írjatok hozzá kommentet, főleg, hogyha valami így megragadott valamilyen írásban. Ez most mindannyiótokra alkalmas, ne szégyeljétek odaírni. Én is jobban fogok erre figyelni, mert rájöttem, hogy egy picike ilyen dolog már mennyit tud lendíteni a dolgon. Sem eddig nem tart, ugye mindig a közösbe beszoktuk tenni a egymás linkjeit, tehát tegyétek is be, rákattintunk is. Most képzeljétek el, hogy mekkora tanítások mennek a csapatba. Van, aki gyógyítással foglalkozik, és egyszerűen, hogyha neked van valami problémád, akkor tudod, hogy hova tudsz fordulni. Van, aki fájdalomcsillapítással foglalkozik, akkor tudod, hogy nem kell menni mindjárt az Algopirin boltba, hanem hopp, akkor itt veszek egy ilyet. Fogyókúránál ajánlom magam például, hogy aki fogyással akar foglalkozni, biztos tőlem fogja megkérdezni, ha ugye szimpi a dolog. És ez már megint az, hogy nem az van, hogy beteszed a közösbe, hogy ahó, tiens, ha-hó, Sunrider, ha-hó, én vagyok a FG Express-es, vegyetek már tapaszt. Tehát nem erről szól a dolog, mindig mondom, hogy nem a terméket kell ajánlani, hanem beteszed a blogot, gyerekek, itt elkészült az új oldalam, beteszed, ha akar valaki fogyni, akar valaki FG tapaszt nyomni, akkor is fog vásárolni, önműködően. És akkor az megint nem spam, nem az, hogy folyamatosan, ugye csesz, tetik egymást az emberek, hogy most lépjél be az én üzletembe, és akkor még mindig nem, csak még lépjél már be, tehát mindenki szokjon erről. Persze a mi csapatunkban nincs már ilyen, hát az a lényeg, és nem azért mondom. Tehát értitek, amit akarok sugallani, hogy mi egy probléma megoldó csapat vagyunk. Lehet, hogy először nevünk valamilyen, mindenre van megoldás, például ez egy jó kis oldal, szlogán lehetne. És akkor tudod, ha beteszed, akkor látják, hogy te mivel foglalkozol, és kommentáljátok egymáshoz. Semmeddig nem tart. És hogyha te el vagy esve, vagy úgy nagyon rosszul érzed magad, tudod, amikor még minden fáj, és hogy tudsz túl lenni egy katarzison, akkor elolvasod mondjuk a Zsuzsának az egyik oldalát, és ilyen egyszerű lenne. És akkor már tudsz hova menni. Tehát nem kell külön még az interneten barangolnod ahhoz, hogy egy problémádat megoldja. Értitek a csapatépítésnek ennek a lényegét is? Itt megszemenőleg többről van szó, hogy most Empowerbe lép már be, és akkor vegyék alatt oldalt. Oké, tehát hírlevelekről beszéltem, saját problémáról beszéltem. Érdemes csinálni nagyon jó elkapókat, tehát hogy van ez a Monkey program, amit én csak így hívok, de lehet másképp is egyébként. Most már vannak olyan érdekes lehetőség a Kakalatuba, ilyen fölugró ablakok, meg egyébként is lehet akár maga a feliratkozó oldal nélkül is már, vagy a Monkey program nélkül is már a Kakalatu alkalmas arra, hogy feliratkozókat tudsz gyűjteni, generálni. Ennek a technika oldalát már megmutatjuk. Tehát tudsz ilyet csinálni. És ezeket így óvatosba el tudod helyezni. Ha ilyen úgynevezett beszoktató oldalad van, azt meg mit tudom én, egy 3 hónap múlva szépen itt mit tudom, hogy csinálsz egy ilyen beúszó ablakot, vagy úgy oda teszel egy olyan linket, amire úgy rákattintanak, tehát nem rögtön eladási oldalt készítesz, ez a lényeg ennek. De egyébként ennek a technikai dolgát, ezt frankon össze fogjuk állítani, és ez a lényege, hogyha valaki bejön hozzánk, akkor nekünk kutya kötelességünk neki olyan segítséget adni, hogy ő már a második, harmadik nap, de legalább azon a héten már pénzt tudjon generálni, akár a saját infotermékével, vagy akár a rendes, kézzelfogható ugye, termékcsaládjával, vagy magával azzal a lehetőséggel, a kálátúval, hogy ezt föl tudja ajánlani másnak is, ennek is megvan ugye a módszere.
Oké, közben Dezső berakta az új keleti szél info, tehát egy ilyen oldalt, érdemes rámenni. Ha rákattintotok, és arra kérlek benneteket, hogy kommentáljátok, mert hatalmas értéket ad a Dezső, és ti is ebben kaptok, tehát elolvasod, és csak nem sokból tart egyébként is, és hatalmas értéket adsz az oldalnak, mert ugye főleg ezek adják el az oldalakat, ezek a oda beírások, tehát a kommentek. Oké, ezt úgy készítsétek már így, hogy álljátok már ilyen hozzáállásra, ha lehet ezt kérni tőletek. Jó. Picit megállok, van itt valami olyan kérdés, ami hirtelen úgy följött, hogy üzemeltetsz egy oldalt, és akkor most itt megakadtam valaminek, hogy jó, amit mondasz, de akkor most ezt hogy tegyem be? Ugye, körbe tud érni egyébként a dolog, tehát mindig a maga az értékesítési csatorna az nem egy nagy durranás, tehát egy jó figyelemfelkeltő posztot csinálsz a Facebookon, ami egy adott problémára ad megoldást. Például én odaírtam valamelyik posztomban, hogy az életemet mentette meg ez a videó. Hát képzeljétek el, hatalmas konvertálási, vagy ilyen rákattintási kép lett ez. Csak néztem, hogy pár száz rögtön az első fél órában már meg is nézték, ki is nyitották, meg kíváncsiak voltak, hogy mi a fene mentette meg a Vili életét. Tehát ilyet be lehet írni. Zsuzsával beszélgettünk valamelyik nap, ő pont elmondta, hogy ilyen snasz, nem tudom pontosan mi volt már, egy ilyen semmit mondó ilyen fölhívó, vagy a blognak a címe, amire nem konvertál semmit, vagy senki, tehát nem kattintanának rá, ez nem mondott semmit. De odaírt valami nagyon érdekes dolgot, hogyha itt vagy Zsuzsi, segíts nekem ebbe, valami olyat, hogy igen, megvan, hogy hogy hány kiló a vonzás törvénye, hogy hány kilót lehet bevonzani. Valami nagyon brutális hülyeségnek tűnő dolog, de valami eszméletlen sok rákattintás volt. Tehát ezt is ugye tanítjuk ezeken a tréningeken. Tehát ezzel elindítasz. Az szépen átmegy a te oldaladra, vagy az is én úgy hívom mini Facebookodra, ahonnan tulajdonképpen ott értéket adva barangolhat a te látogatód. És egyszer csak ott tovább mész, hogy további információt itt kapsz, ott feliratkozik a te hírleveledre, és már ugye ott is találja magát egy úgynevezett még értékesebb belső oldalon, ahol folyamatosan kapja az információkat, ahol foglalkozik tulajdonképpen az ő problémájával a holnap üzemeltető. Na most ugye itt mindig szoktuk mondani, hogy legalább 7 ilyen hírlevél, vagy 7 impulzus alapján kezdődnek az első hívások, első megkeresések, hogy figyú, látom az oldaladat, mivel foglalkozol, nekem tudsz-e segíteni, és akkor már egy időpont lehet, hogy egyeztetve van, vagy lehet, hogy már rögtön regisztrálni is szeretne az úgynevezett látogató. Itt van, hány kilótól működik a vonzás törvénye? Zsuzsi beírta ezt az egyik blogbejegyzésében, és bám-bám-bám, jöttek így a megkeresések. És Zsuzsi, hogyha itt vagy, akkor írj már be egy olyan blog címet, ami meg azt hitted, hogy milyen jó, az közben meg alig-alig konvertált valamit. Tehát biztos ti is voltatok, hogy írtatok egy baromi jó cikket, képekkel, videóval, de nem jó volt maga a cím, és akkor hát ki a franc kattint erre rá. Ezek ilyen picike kis dolgok, picike kis nüanszok, de ha nem csinál jó valaki, akkor nem fog konvertálni. Ezért mondom azt, hogy lehet, hogy neked van egy jó blog oldalad, vagy egy honlapod, de hogyha ezeket a pici trükköket nem tudod, és nem vagy napra kész rá, akkor le fogsz maradni, ezért érdemes ezeket a tréningeket ugye csinálni. Na most, de jó, időben vagyunk frankon, hogy szépen el tudok nektek egy csomó dolgot mondani. Írtak már ide egy tízest, hogy eddig úgy volt-e érték ebbe a folyamatban, amit én most szeretnék nektek átadni, mert az a lényeg, hogy én sok mindent fölírok ide, de valamikor le kell ragadnom egy bizonyos témánál, mert ott mindig eszembe jut egy olyan dolog, hogy most ez muszáj ide beszúrnom, és nem tudok végigmenni az egész folyamaton. Ilyen ez, amikor az első magamról sorozat, ez egy 8-10-12 darab videóval ellátott ugye, írás, ez maga a hírlevél legyen. Na most egy picit megint megállok, észrevettem egy dolgot, képzeljétek el, fölgyorsult most az egész rendszer. Olyan szinten gyorsult föl, hogy nem biztos, hogy meg kell azt várni, hogy
hogy a hírlevelek majd konvertáljanak. Most én sorozatban tapasztalom azt, hogy kiteszek egy blogbejegyzést, és rögtön felhívnak, hogy figyelj, de látom, hogy mit csinálsz, miről is van szó pontosan, üljünk már le, mert engem ez érdekelne. És akkor nehogy azt mond neki, hogy hát oké, hát majd az információk mennek ki, majd ugye, hogy 7 videó után jelentkez már, hanem akkor rögtön leülsz, Skype vagy valamilyen konferenciabeszélgetés, és akkor elkezdesz kérdezni. Kérdezz az ő problémájáról, hogy mit szeretne tulajdonképpen, tehát ő legyen a fontos. És akkor elkezdesz gondolkozni, hogy mondja a problémákat, mondja az ő megoldásra váló dolgait, elővesz egy papírszervezet, és írjad. Írjad, hogy ő mit szeretne, milyen problémára, milyen megoldást, és már, hogyha te tényleg használod a Kalatut, ezért legyen a legjobb termék fogyasztó, úgymond, akkor már így a szemed előtt, egy pillanat, beindult egy vírusírtó, én mindjárt leszedem innen, egy picit türelem, mert a videóba bekavar, oké. Okay. Tehát a lelki szemeid előtt így becsukod, hogy kérdezel, és akkor meg oké, okay, akkor ide teszek a bannert, akkor így körülbelül el tudod képzelni a beszélgetés végére, hogy mi fog ott történni, az ő, hogy fog kinézni az oldalad. Ha nem tudod esetleg, nyugodtan megbeszélheted a felső vonallal, vagy a szponzoroddal, hogy hát én még kezdő vagyok esetleg, de kérdezni már tudsz. És azért érdemes leírni, és most főleg a kezdőknek beszélek, hogy kérdezni tudsz. Ő tud válaszolni, ezt leírod. És akkor úgy is el tudsz búcsúzni, oké, okay, most már értem, hogy te mit szeretnél. Én még egy pár ötletet hozzá fogok írni, ki is dolgozok neked egy olyan lehetőséget, vagy egy olyan stílust, vagy dizájnt, ami szerintem neked a legjobb lesz az interneten, és akkor esetleg, mit tudom, 10 perc múlva találkozom, mit szólsz hozzá, vagy igyál meg egy kávét, vagy ebédeljünk egyet, és akkor délután akkor meg akkor találkozunk, ha muszáj. Hogyha kezdő vagy, és esetleg most a szponzor nem jött el, de kérdezni mindig tudsz. Utána fölkeresed a szponzorodat, figyeljük, itt van egy olyan cég, ami szeretne egy ilyen oldalt, nem tudja, hogy hogyan kellene megjelenni az interneten, szponzi segíts már, hogy állítsuk ezt össze. És akkor valamelyikünk segít, figyelj, akkor mondd neki azt, hogy itt lesz a felső banner az ő videója, ide teszed a magamról részt, akkor beregisztrálod a rendszerbe, ameddig ő azt elolvas, hogy kell posztbejegyzést, ugye, vagy megnézi a videót, mert az első, ugye, megnézeted vele azt a videót, hogy hogyan kell majd neki posztolni, illetve nem posztolni, bocsánat, hanem blogot írni, tehát a blogbejegyzés elkészítése, addig szinte úgy az alapokat össze lehet rakni. Bemész a time settingbe, pikpak összeraksz neki egy ilyen apró oldalt. Amikor megvan, utána ugye már a problémával esetleg egy első kis blogbejegyzést együtt is meg tudtok írni. Most meddig tart egy videót megkeresni, ahhoz hozzátartozó képet, egy picit úgy magáról, hogy találkozott abban a problémával, mit mutatott neki egy termék, annak milyen volt a hatása. Tehát az első ilyen blogbejegyzést meg is tudjátok együtt csinálni, és már ki is tudod posztolni ez a rohely benne a Facebookra, ami alapján meg is tudnak keresni. Mondok egy konkrét példát, azt hiszem Access Báros csatlakozott most a rendszerünkhöz, és következő történt, ugye meghívták a tündék egy fórumba a hölgyet, és a fórum előtt elmagyarázták neki, hogy ugye, hát, hogy néz ki egy ilyen blogrendszer, hogyan lehetne ezt ugye alkalmazni, és abban a pillanatban be is regisztrált, és fölgyorsult a folyamat, és már a fórumon, ugye az Életmód fórumon, amikor kérdezgették, hogy ugye mit tartalmaz az Access, bár már erről úgy volt benne, mint egy csapattag, és előtte meg, itt tudom én, egy ilyen 2 héttel ezelőtt még csak a blogokat nézegette, ugye a háttérblogokat, és már rögtön tudott dolgozni. Ez a lényeg, ezt írjátok föl, hogy ne az legyen, mint régen, hogy bementünk a sikerkifőzdébe, és mindenki ugye elveszett, aztán próbáltuk összeállítani az értékesítési csatornát, hanem vedd föl a sejhajt, együtt látja a te jelöltet, hogy te akarsz segíteni, együtt dolgoztok, együtt gondolkodtok, és örülni fog annak, hogy de ennyire egyszerű tényleg, mint egy e-mailt írok, és tulajdonképpen az fog megmaradni az agyába, hogy nekem most tulajdonképpen csak egy ilyen naplót kell csinálnom, hogy én most hogyan vagyok ebben a folyamatban, ami milyen sok embernek tud majd segíteni.
Tehát, hogyha ezt fogja érezni, akkor nem lesz kérdés, hogy ő beregisztrálja, mert abban a pillanatban sikerélményt fog elérni. Én ezt láttam meg, ez volt a felismerésem, a sok-sok olyan buktató által, amin ugye végigmentünk ugye a másfél éven keresztül, és ez hozta meg azt a sikert, hogy most már napi szintű olyan megkeresések és olyan regisztrációk vannak, és sikerek vannak, ami által konvertálnak az oldalak. Tehát nincsen gát most. Ezért van a mi csapatunknál az, hogy igenis, akármilyen sokan támadnak bennünket, ingyenesen elkészítjük a Kalato oldalát, és ő tulajdonképpen már rögtön blogol. Értékes ez az információ, vagy ez az ötlet? Őszintén egy 20-ast írjatok már be, hogyha ezt jó ötletnek tartjátok, mert én szerintem ez az, amit mi nekünk többet kell tenni hozzá, mint az, hogy most beregisztrálsz valakit, aztán hát menjen be a X oldalra, állíts össze magának, nem fogja összeállítani. Én is megszenvedtem vele, nekem egy hétig tartott, mire szépen összepakoltam az oldalat. De én azért, mert én más nem dolgoztam. Tehát, hogyha én most dolgoztam volna más cégnél úgy full time-ban, hát nem biztos, hogy hét alatt összeraktam volna, az akkori tudásom szerint. Te már rendelkezel a kamera túloldalán egy olyan tudással, hogy bárkinek össze tudsz állítani egy oldalt. De ezt komolyan vegyétek, mert egy oldal összeállítása az több százezer forintba is kerülhet. És te pedig azt mondod, hogy te ingyenesen megcsinálod, ott jön a kérdés majd, hogy ingyenesen, úgyhogy a tárhetnek kifizetett, amit egyébként is ki kellene fizetni valamilyen cégnek, tehát nem fogsz plusz költségbe, tehát nem fogod plusz költségbe terhelni a jelöltet, hanem azt látja rajtad, hogy sőt, mert el is fog csodálkozni, hol van itt az átcseszés, nincs átcseszés, egyszerűen erről szól a mi munkánk. Oké? Okay. Na, jaj, de jó, még csak ennyi az idő, szuper! Tehát így összefoglalva egy picit, és akkor még mondok egy pár trükköt, tulajdonképpen, ha te spirituális oldalra rendelkezel, akkor mindenképpen az első az, hogy egy ilyen bemutatkozó oldalt csinálni, egy videó, az a legjobb, amikor kamerába ki tudsz állni. Ebbe tudok segíteni, hogyha átküldötök nekem ilyen oldalt, akkor össze tudok vágni nektek egy olyan bemutatkozó filmet, jó kis zenével alá tenni, ami alapján majd érdekessé tudsz válni, jó színeket, jó zenéket oda tudod tenni, hogy ne csesztessen a YouTube-t se, tehát ezt már ugye meg tudjuk csinálni, és rögtön a magamról oldalt, azt kell leghamarabb megcsinálni. Amikor megvan a magamról oldal, azt ugye rejtett menübe megcsinálni, kitenni, ugye van a hírlevél küldő rendszer. Én ajánlom még mindig ezt a sokat szidott listamestert. Megmondom, én még most is ezt üzemeltetem. Én azért szeretem ezt, mert ameddig megtanulja, hogy 100 feliratkozóig ingyenes, ameddig megtanulja az ember a konvertálást, hogy 100 emberrel hogy tud kommunikálni, addig fölöslegesen ne fizessetek. Én nekem ez a véleményem az AVBR-ré, vagy a GetResponder, vagy bármi. Hangsúlyozom, úgy fizetsz, ahogy akarsz, de semmi értelmét nem látom, addig még azt nem tud jól üzemeltetni. Utána majd átcsoportosítod, mert jöttek olyanok, hogy hát majd spambe mennek ezek a levelek, amik a listamesterben. Nem, nekem ugyanúgy a GetResponder használók is, hogyha nem jól használják, mint a formázásban van itt a trükk, rájöttünk a Csernek Zalival, mindegy, hogy mit használsz, az úgyis spambe fog menni, hogyha rosszul van beformázva, azt elmondom neked. Tehát nem itt a lényeg. Listamester tudod használni, amikor meg már érdemes rákölteni, de egyébként azt hiszem 5800 forintba kerül egy egész teljes évre, ellenőrző ahhoz képest, hogy most tudom, 10 dollárt vagy 20 dollárt, nem tudom mennyi most a GetResponder, fizessél. Én is előfizettem a GetResponder, aztán rájöttem, hogy tiszta hülyeség, szerintem. A Zsuzsi be is írta, hogy igen, plusz áfa, hát 5800, de mondom ingyenes 10 darabig. De azért vannak ott is trükkök, akár 1000 főt is betudsz, úgyhogy nem kell még fizetni, de ezt most nem akarom ellőni ezt a poént, ezt már külön elmondom nektek. Tehát a lényeg, megcsinálod a rejtett menüket ugyanazt már a hírlevélbe, és itt írjátok, fontos nagyon, hogy a hírlevélbe csak nagyon keveset kell, tehát magába a listamesterbe, nagyon keveset csak a hírlevélnek az elejét, és akkor egy képpel esetleg így átkattintással már menjen is át a blogodba. És írjátok fel, hogy a blogodba irányíts rá mindent. Ne vidd ki utána még a YouTube-ra. Tehát ott a YouTube videót úgy linkeld be, hogy az ott is maradjon, mert az a lényeg, hogy ott szépen így nézegesse meg, ott hát lesznek mások is, hogy a widgetek meg a bannerekre rákattintok. Ha véletlenül mégis kiviszed a YouTube-ra, ott sincsen ilyen
különösképpen nagy gond, csak akkor tedd be a YouTube videód alá a honlapodnak, a blogoldaladnak a linkjét, hogy, és azt is szához be egy kicsit, tehát olyan szinten, hogy a blogbejegyzésednek a nagy részét nyugodtan beletett, akár az egészet is a YouTube videód alá. Tedd be a YouTube videóhoz a blogbejegyzéseidet, csak úgy mondom a trükköt. Tehát csináltok ilyen tiens oldalakat, azokat az írásokat a YouTube-ba tedd bele. Tehát a YouTube-ban van a videód alá egy megjegyzés, oda szépen így a litániát nyom be, mert azt is figyelembe veszi a Google. És akkor már több legyet ütöttél egy csapásra. És hangsúlyozom, a videókban ne tegyetek be jogvédett tartalmakat, mert folyamatosan látom, hogy tiltják azokat a munkatársakat, akik jogvédett tartalmakat tesznek be. Inkább keresek nektek, van már egy csomó, több millió találtam, ingyenes zene, amit nagyon jó zenék vannak, és arra nyugodtan lehet építeni, hogy háttérbe akarsz ilyen zenét. Most figyeljetek ide, akkor is jogvédett tartalomnak számít, hogyha te nem jó minőségben rakod föl, hanem mondjuk a háttérben egy zene szól, és mondjuk Freddie Mercury-nek a Viva Rock You-ra elkezdesz táncikálni, abban például letilt a YouTube. Ne menjetek elébe, vagy konfrontálódva a YouTube-ra, a Google-ra, így is nagyon szőrszál hasogatóak, még ilyenekkel nem érdemes ugye, konfrontálódni. Oké. Okay. Ugye Judit, hogy jó információ? Ezt is nemrégen mindig elfelejtem mondani. Hogy beírjátok ugye a jaj de jót, ez azt jelenti, hogy az összes blogbejegyzésedet tedd be a YouTube videód alá. Ugye? Ezt még a Bodnár Ati magyarázta nekem, hogy ez miért nem mondod az emberre, mindig elfelejtettem. Attila hívta rá a figyelmemet. Azért jó a csapat. Hogy ugye figyelnek egymásnak a dolgaira. Én se tudtam, tehát én is most szépen majd fogom, aztán beleírkálom. Abban a pillanatban a Google talált a listáján előtérbe fogsz kerülni. Hát most képzeld el, most a tiensnél vagyok, hogy a többi tiens tag, aki még nem üzemeltet ilyen oldalt, vagy még YouTube videókkal se dolgoznak, hát mennyivel előtérbe kerülsz? És akkor, hogyha valaki mondjuk fölmegy a YouTube-ra, elmondom nektek, a Google-t keresőnél sokkal többen használják most már a YouTube-ot, mint probléma megoldást. Beütöd a YouTube-ba, hogy kell, mit tudom, egy bannert készíteni, akkor jönnek föl a banner készítő videók. Vannak kis rácok, akik a játékprogramokkal kezdték el, hogy egymásnak üzentek videóba, hogy kell megcsinálni. Ilyen kezdetleges videók is vannak, ilyen, hogy odafordítja a képernyőre, például most is láttam egyet a kis rác, és magyarázza, és a találati listák élén van. Semmiféle ilyen profi dolog nem volt benne, de az üzenet, ami a probléma megoldás volt, az ott volt a videón. Ráadásul le is írta, hogy aki nem tud olvasni, még ott. Innentől kezdve a találati listák élére kerültek ezek a srácok, ezek a probléma megoldásokra. Hát ugye elég sok ilyen trükköt mondtam most nektek a reggeli meetingen. Nem is nagyon foglak ma fárasztani több mindennel benneteket. Hát remélem, hogy úgy helye közzel azért képbe kerültetek, hogyha még maradt kérdőjel, úgyis megbeszéljük. Egy picit a 5 percre beszélek arról, hogy megy a csapat munka tovább. Szerdán lesz mesterelme tréning, neki megkapja a saját szponzorától a belépő kódokat. Még ez nem 100%, de elindítunk már valószínűleg pénteken, mert ez ugye pont ugye jó időpont, egy olyan műsort, ez este 6 óra környékén lesz, amikor már az első vendégeket fogom meghívni, és nagyon élesbe dolgozunk, ugye egy bizonyos fajta munkamódszert, amit már alkalmaztunk, elkezdünk élesbe gyakorolni, tehát már lehet vadászgatni olyan embereket, akik meg szeretnétek hívni, és ugye elindulunk ebbe a témába. Holnap találkozunk a reggeli meetingen, és folyamatosan most cégeknek a bemutatását, illetve hogy lehet cégeket reklámozni Kalátóval, egy ilyen sorozat, egy mini sorozat indul el a 90 napos tréningen belül, és akkor szépen átforgatunk egy pár ilyen céget, főleg akik már megvan az oldala, és én abba kérnék segítséget tőletek, hogy ugye minden cégnek megvan a saját képviselője, föl foglak benneteket hívni, és PowerPoint-tal az adott cégetekről, blogoldalatokról készítek egy ilyen kifényképezett
ilyen kis csemegét, oldalt, egy PowerPoint-ot, és egy 20-30 oldalt így végig görgetünk, és a tapasztalatokról kérdezlek majd benneteket, hogy hogy indultatok be, hogyan konvertál az oldal, milyen eredményeket értetek már el, és ezekről is készítünk természetesen videót, mennek ki a ti saját oldalataitokra, ezt betesszük, ezt a munkamódszert, és akkor hát ma meglátjátok a konverziót, mi lesz benne. Nem lesznek felvételek a mesterelméről, ez egy külön olyan dolog, ami ugye nem... Ugye ezek a reggelik nyitottak teljesen, tehát bárki bejöhet, de vannak olyan információk, amik ugye pénzről beszélünk, tehát nem, azért nem teszünk ki mindent az internetre, mert nem. Oké. Okay. Sziasztok, az erő legyen veletek! Várlak nagyon nagy szeretettel holnap benneteket. Ha tudtok, gyertek hamarabb be, tehát már 8:40-kor nyitom a szobát, nem véletlenül ráhangolódjatok erre az egész történetre, és tényleg akkor gyertek be, hogyha azt komolyan gondoljátok. Hozzatok vendégeket nyugodtan, mert ugye ez az építés, csapatépítésnek az alapja. Sziasztok, holnap találkozunk, és akkor folytatjuk. Audio Jungle.